Ezen a hétvégén folytatódik a bajnoki pontvadászat a megyei bajnokságokban is. Előtte azonban a még talpon maradó együttesek, ahol erre mód volt, lejátszották a Magyar Kupa találkozókat. A megfelelő minőségű pálya hiányában a megyei másodosztályú Eger Szólát, a megyei első osztályú Egert az egri felsővárosi sporttelepen fogadta. A 8. percben kerékgyártó Tamás 16 méterről elvégzett szabadrúgásának köszönhetően szerzett vezetést a pirosmezes Eger. Nem sokkal a félidő vége előtt az egri védelem megingását és a Vajantról kipattanó labdát Montvai Zoltán váltotta gólra, 1-1 volt a félidőben. A 49. percben megint az egri védők hathatós támogatása mellett újabb gólt lőtt a Szólát, a csapatkapitány Bata Árpád lőtte ki a rövid alsót. Folyamatosan rohamozott az Eger, a 70. percig eredmény nélkül, ekkor Montvai Tibor kotorta be a labdát Prokaj kapujába. 2-2, de a kiírás szerint ez még az alacsonyabb osztályú Szólát továbbjutását jelentette. A nagy nyomást végül nem bírta a megyei másodosztályú együttes. Két hiba a 16-oson belül, a 86. és a 92. percben. Két sárgalap, két büntető, amit kerékgyártó Tamás értékesített. 4-2-re nyert az Eger, így tovább jutottak a harmadik fordulóba. Igazából le a kalappal az ellenfelől, tehát az Eger Szólát minden dicséretet megérdemel, mert borzasztó jó küzdöttek, egységesek voltak, mi meg teljesen ötlet nélkül játszottunk, és erre nem lehetünk büszkék erre a teljesítményre. A szólátiak teljesítményét talán még jobban kiemeli, hogy novembertől márciusig nincs pályájuk, se öltöző, se zuhanyzó. Teremben tartanak hetente egy edzést, illetve most a felnémeti téli teremlabdarúgó bajnokságban játszott a csapat, amit veretlenül nyertek meg. Ilyenkor mindenki önszorgalomból edz. Azt láttuk, hogy akcióból nem nagyon tudott az Eger helyzetbe kerülni, sajnos a pontrugások, azok pedig a mi egyéni hibáinkból voltak, ez a szabadrugás is, és a második, illetve a harmadik gólnál a 11-es is abszolút olyan hibából volt, amit nem szabadna elkövetni, még ezen a szinten sem. Egyébként játékban addig, amíg erőlétben bírtuk, ezt addig teljesen partiban voltunk, sőt úgy érzem, hogy időnként a helyzetek számában mindenképpen az Eger felé tudtunk kerekedni. Szombaton már bajnoki pontokért játszanak a csapatok, az egriek feltehetően a felsővárosi sporttelepen 14 órától, amikor is a Maklár lesz az ellenfél.